nem mindenki születik lazán, én sem, és ennek kapcsán valóban a szárazföldi edzések gimnasztikai részében ott bizony olyan nyújtó, hajlító gyakorlatok voltak, hogy tényleg a könnyem kicsordult. Elnök úr, hát azért vagy ma itt, és köszönöm szépen, hogy itt a Jobb Felső Pipa című műsorban valóban őszintén, szókimondóan, amilyen a te stílusod, beszélgessünk erről. Beszélgessünk. Jobb Felső Pipa, ez a Mandiner Sport Vita podcastja. Itt mi írjuk a játék szabályokat. Köszönöm szépen tehát Valadás Sándornak, hogy elfogadta a meghívásomat, a dr. Valadás Sándorról van szó, hiszen ugye praktizáló állatorvos, a Magyar Úszószövetség elnöke, de ami talán ennél is fontosabb és kevesebben tudják, hogy mind a mai napig a legfiatalabb magyar férfi olimpiai bajnok edzetten, ami szerintem azért nagyon fontos dolog, mert hogy az őszinteségnek és a hitelességnek az alapja nyilvánvalóan ezekből az időkből adódik. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy vállalkoztál erre a beszélgetésre. A mi ismerettségünk a versenysportból adódik, azért is tartjuk meg a tegeződő stílust, és azért is szeretném, hogy olyan mondjuk így mélységekbe is tudnánk menni, amelyet sportolóként mind a ketten ismertünk, úgyhogy engedd meg, hogy rögtön onnan kezdjem, és aztán felgöngyölítjük ezeket a szálakat, hogy bántottak téged versenyzőkorodban? Voltál bárminemű fizikai bántalmazás? Azt gondolom, hogy erről lehet őszintén beszélni, és ezt mondtam mindig, hogy legyünk őszinték. Persze mindig egy kérdés, hogy mennyire legyünk diplomatikusak, vagy őszinték. Szerintem ebben a kérdésben, diplomáciát félre. Igen, mert tegyük félre, próbáljuk meg. Igen, lehet erről beszélni. De ugyanakkor azért azt hadd mondjam el, hogy akár Széchenyiről is, ha most beszélünk, engedjétek meg, hogy én hadd döntsem el, hogy mi az, amit megbocsájtok Széchenyi Tamásnak, mi az, amit nem, és leginkább azt, hogy mit akarok elmondani. Egyértelmű. Az teljesen egyértelmű, és soha nem is tagadtam, sőt, számos cikk szólt arról korábban, hogy Széchenyi Tamás alatt bizony volt verbális és testi bántalmazást, ez nem kérdés, pontosan ezt átélve, amikor megválasztottak 17-ben az úszószövetség elnökének, az első intézkedések egyike az volt, hogy megcsináltuk a gyermekvédelmi programot, a szülői, edzői viselkedési kódexet és sok minden mást. Széchenyi Tamás, igen, tehát ez hozzátartozott ahhoz a korhoz, hogy bizony-bizony elcsattantak pofonok. Ezek... Sőt, és engedj meg egy picit, azért szeretném, ebben mélyre mennénk, mert muszáj, hogy egy kicsit érzékeltessük azt, hogy hogyan születik egy élsportoló, mert szerintem azon edzők védelmében is, akik egyébként ezt esetleg másképp csinálják, és most természetesen nem idézőjelbe téve a Széchenyi módszereket, de azt látni kell, és te magad nyilatkoztat, tőled idézek, Széchenyi azt mondta, hogy ki kell törni a vállamat, mert merev, illetve meg kell erősíteni a lábamat, hogy a dunai szárnyas hajó módjára szinte szálljak a vizen. Hát ez így volt, nincs ebben semmi titok. Igen. Mi az, hogy ki kell törni a vállamat? Hát segíts ezt értelmeznünk úgy, hogy az ember ne ránduljon össze, és ne azt érez, hogy úristen, hát én nem engedem a gyerekemet úszni, ahol a egy úszónak az alapkészsége az, hogy legyen laza. Nem mindenki születik lazán, én sem, és ennek kapcsán valóban a szárazföldi edzések gimnasztikai részében ott bizony olyan nyújtó, hajlító gyakorlatok voltak, hogy tényleg a könnyem kicsordult, tehát a feszítés határait meghaladva. Meg a természetes szögek határait meghaladva. Igen, és ezek rendkívül fájdalmas dolgok voltak, de azt kell mondjam, hogy 2-3 év alatt valóban akár a lábfejem, a vállam, csípőm, teljesen megváltozott, és alkalmassá vált arra, hogy tényleg úszol esek. Szerintem ezek normális dolgok. Olyasmi, mint amikor egy tornásznőre, úgyhogy az egyik lába mondjuk a spárgában fel van egy széken, mondjuk ráül az edzőnő, hogy még jobban 180 fokon túlhajoljon a spárga? Ezek megtörténtek, hogyne, rá is térdelt. Adott esetben a lapockám közé is úgy volt nyújtva, hajlítva a vállizület. Ez hozzátartozott, ezek teljesen normális dolgok voltak, mindenkivel ezt csinálták, és soha nem gondoltuk azt, hogy ez természetellenes, vagy de bármiféle bántalmazást okozva. Azt akarom kérdezni, hogy ezt most akkor emeljük át a ma úszó képzésébe. Tehát az, hogy egy úszónak malaza legyen a válla, a csípője, hogy a mellúszásban azt az ívet egy mellúszó lábával meg tudja meríteni, amit kell ahhoz, ezeket az eszközöket el lehet engedni, vagy ezek lesznek, mert másképp nem lazul ki az izület? Hát igen, ez egy nehéz kérdés, és nehéz erre jó választ adni. Kétségkívül, hogy az utóbbi időkben történtek, felszínre jött
ügyek kapcsán az edzők is egyre bátortalanabbak, és azt látom például a JB jövő bajnokai foglalkozás keretében, hogy bizony az edzők nem mernek úgy hozzányúlni a gyerekekhez, azokat a gyakorlatokat nem merik, tudják elvégezni. Jellemzően versenyző társaikat kérik meg, hogy csinálják ezeket a gyakorlatokat meg, vagy pedig ha hozzányúlnak, akkor is úgy nyúlnak hozzá, hogy abból aztán semmilyen ügy ne keveredhessen. Ezek nagyon negatív dolgok egyébként, hogy idáig eljutottunk, hogy egy edző nem nyúlhat hozzá egy tornászhoz. A Magyar Zolival beszélgettem, most már ott tartunk egy nemzetközi torna szövetség kapcsán, hogy 5 másodpercnél hosszabban egy férfi tornaedző nem nézhet egy lányra, el kell venni a tekintetet. Szóval ezek ilyen döbbenetes dolgok, rossz irányba megy az egész világ, és hát nem tudom, mi lesz a folytatás, mert ha így megyünk, akkor bizony a versenysport kárára is. Igen, azért érdekes, hogy mondasz, mert mondjuk például egy korlátgyakorlat 30-40-50 másodperc, mondjuk egy talajgyakorlat másfél perc hosszú, egy gerenda másfél perc hosszú, tehát hát akkor az edző 5 másodpercként kapja el. A kitöri a nyakát, akkor majd ki lesz a hibás. Tehát, hogy... Na, szóval egy kicsit térjünk vissza arra, mert szerintem egy nagyon fontos mondatot mondtál azzal, hogy engedtessék meg, hogy én döntsem el, hogy mondjuk egy edzői, vagy múltbéli, vagy egy versenyzői időszaknak a sérelmeiből én mit tekintek sérelemnek, mi az, amit elmondok, mi az, amit nem mondok el. És ugye nagyon sokféle fajta... mondjuk egy anekdóta kering ugye a híres Szécsi féle edzésnapló kívül ugye a módszereknek, az ilyen-olyan finomságáról, keménységéről, az úszó köpenyben, vagy fürdőköpenyben való úszástól elkezdve, egészen addig, amikor ugye készültetek a moszkvai olimpiára, és valóban, ha véletlen nem jelenti meg az edzésen, akkor ugye először a csengőt nyomta órákig Szécsi Tamás, utána, ha kellett, jött a pofon, ezeket tőled idézem, tehát nem én találom ki. Miközben az is tény, és ezt szakmabéliek is megerősítik, hogy ha ez a találkozás esetleg nem jön létre Szécsi Tamás és Vladár Sándor között, akkor lehet, hogy nem lesz belőled olimpiai bajnok. És kérdés az, hogy jó volt ez az út így, tehát így kellett-e, vagy lett volna-e más alternatíva? Én azt gondolom, hogy ha Szécsi Tamás nincs, akkor nincs magyar úszósport, akkor nem vagyunk most itt, akkor nincs Hosszú Katinka, nincs Dalnyi Tamás, nincs Cseh Laci, és nincsenek ügyek sem, meg sikerek sem. Szécsi Tamás meghatározója a magyar sportnak, úszósportnak. Lehet mondani, hogy annak egy magja, ebből a magból aztán kinőtt egy fa, voltak hajtások, sarhajtások is, vadhajtások is voltak. Mit lennének ezek, hogyha azt mondjuk, hogy akkor most őszintén beszélünk? Az a baj, Zsuzsa, hogy a közvélemény és te és a sajtó is általában az ilyen negatív dolgokra van kiegyezve. Nem, most pont azért vagyunk itt, és azért szeretném láttatni, és azért örülök, hogy például kitértél arra, hogy milyen irányban megy ez a dolog, mert alapvetően fogja megrengetni szerintem a sportvilágot, hogyha még további csavarok jönnek, hiszen valóban az a funkció fog bizonyos szempontból kárt szenvedni, amit egy edző-tanítvány viszonyban muszáj valamilyen szinten feltartani, hiszen akkor nincs jelentősége, nincs értelme a sportszakembernek ott állni a medence partján, a szőnyeg mellett, és még sorolhatnám. Tehát én nagyon örülök neki, hogy itt vagy azért, mert egy olyan hiteles szakembertől halljuk ezeknek a dolgoknak a kitisztázását, ami egyfelől az elfogadhatatlan dolgoknak a tisztába tétele, és ezzel azt gondolom, hogy élen jár a Magyar Úszó Szövetség, és ez egy példás dolog. A másik pedig az, amire rá kell mutatni, hogy mi az a határ, amit egyébként a tisztességesen dolgozó edzők védelmében viszont meg kellene húznunk, mert valóban előbb-utóbb az lesz a kérdés, hogy lesz-e élsport, hogyha az alapvető értékeket és módszertani megoldásokat is megkérdőjelezzük, miközben természetesen kell a módszertanon fejlődni, hiszen az ember is fejlődik, hiszen a jogi környezet is fejlődik, és oly sok minden. Tehát nem a negatívumokat szeretném pontosan megvilágítani, hanem éppen arra szeretnék rámutatni, hogy akkor Szécsi Tamás nyilván kísérletezett, nyilván úttörő volt, és ezt mindenki tudja, hogy olyan megoldásokban próbált újat hozni, más nem mondjak azt, hogy hogyan fordul egy hátúszó, ugye? Igen. A te fordulódért elment a nemzetközi testületig, hogy engedélyezzék, hogy hasra fordulhassál hátúszóként. Jó, hát próbáljuk meg. Nincs semmi titok egyébként. Szécsi Tamásnak volt egy fajta módszere, ami azért felelhető ezekben az ügyekben, amit most látunk. 2004-ben eltemettük, tehát most halottról jót vagy semmit, de próbáljuk meg. Szécsi Tamás egy különleges ember volt,
szakmaiságán túlmenően, például abban, hogy milyen tökére tudta vinni azt a fajta rendszert, hogy hogyan tudtunk belekerülni ebbe a spirálba, a bántalmazás, a dicséret, a magasztalás, a elhitetés, például el tudta hitetni, teljesen egyértelműen velem, hogy olimpiai bajnok tudok lenni. Senkinek nem beszéltem erről 2 éven keresztül, de úgy keltem és feküdtem. Egyfajta függőség alakult ki. Függőség abban az értelemben, hogy ő az, aki csak is ő, aki engem fel tud vinni a csúcsra. Volt egyfajta elszigetelődés, hogy akik nem ezt az utat járták, más versenyzők, azok azért el lettek távolítva a sportból. És aztán később persze láttuk azt is, vagy láttam azt is, hogy az elmarasztalás, az elégedetlenség keltett bennem egyfajta lelkifurdalást, volt egy komplexus, kisebb rendűségérzés. Tehát voltak nyilván bennem sebek. Itt a testi bántalmazásról nem beszélünk, mert az, hogy elcsattant egy-egy pofon, az egy töredéke volt annak a negatívnak, ha már erről beszélünk. Azért fontos, hogy ezt megtegyük. Egyébként én Hargitay Andrással is beszéltem, családi okokból mi ismerjük egymást szintén gyerekkorunk óta, és ugye ő egy korszakkal korábbi, az első hivatalos világbajnok a magyar úszósportnak, egy nagyszerű úszóról beszélünk, és még beszélhetnénk másokról is. Várasztót is ismer, és természetesen a generációt. Tehát, hogy itt ő azt mondta, hogy ez atyai pofon volt. Az a típusú, amit így hívnánk, és általában az emberi viselkedési problémák után jött, tehát nem mint kényszerítő eszköz esett meg edzés közben. Neked mi volt a tapasztalatod? Nekem az, hogy igazából indokolatlanul soha nem ütött meg. Tehát az, hogy fenekes kaptunk Juliska nénivel, vagy adott esetben egy-egy pofon. A Juliska néni az egy ilyen, a kerti széknek egy ilyen pálcája, botja, nevezzük akárminek, és kaptam 25 segges, nem ritkán. Eléggé fájdalmas volt egyébként. 5. után már potyogtak a könnyeim. De és utána hogy mentél vissza? Talán megérdemeltem, és a Szécsi abban tényleg jó volt, hogy amikor így elpüfölt néha bennünket, de ez 70-es évekről beszélünk, azért akkor már más volt a környezet. Tehát amikor nyakleves kapott, a diák a tanártól, akkor nem az volt az első gondolat, hogy hátba szúrja, vagy feljelentse, vagy otthon elmondja, mert ismerte a törvényt, ismerte a társadalmi környezetet. Mások volt a jogi környezet, tehát ezt se felejtsük el. Abszolút, és azt kell mondjam, hogy ilyenkor azért mindig az volt, hogy feljött a Szécsi, és akkor 1-2-3 órás beszélgetések voltak, és amikor kijöttél az irodájából, akkor azt gondoltad, hogy tulajdonképpen megérdemelted. Tehát volt egyfajta megtisztulás, volt egy bántalmazás, volt egy verés adott esetben, de utána volt egy hegyi beszéd, és amikor kijöttél 14-16 éves gyerekként, akkor azt gondoltad, hogy hát igen. És tudod, az, hogy egy versenyző hogyan éli meg a stresszt, vagy akár a bántalmazást, azért az egyetfüggő is, hogy mekkora annak az inger küszöbel. Van, aki ezt stresszként éli meg, ami egyébként kell az eredményekhez, van, aki pedig bántalmazásként éli meg. Én ezt soha nem éltem meg bántalmazás, stresszként megéltem, ez kell. Függ attól, hogy ki mit hoz otthonról, tehát mennyire kiegyensúlyozott az otthoni légkör, hogy mennyire érzi magát biztonságban. Abszolút. Tehát mondjuk egy bántalmazó otthoni légkör, vagy egy uram, bocsá, láttunk ilyet, én magam is tapasztaltam ilyet, amikor a szülő úgy jön be, és ő is azt mondja az edzőnek, hogy mindegy, hogy uram, de csináljon olimpiai bajnokot a gyerekemből. Tehát amikor ugye egy dupla stressz faktor az, amit a gyerek megél, mert van egyszer nyilvánvalóan egy megfelelési kényszer az úszodában, vagy az edzőteremben, ne szűkítsük ezt le az úszósportra, és aztán hazamegy, ahol ez fokozottan ott van. Tehát nyilván a családi légkör, édesanyám Csepelművekbe dolgozott könyvvizsgálóként 35-40 évet, fantasztikus életút volt a hűség. Édesapám autóvezető oktató volt, ezért aztán hozott vitt úszodába. De a lényeg az, hogy azért nekem nagyon stabil családi háttér volt, szerető szülők voltak, és nekem az egy óriási támogatást nyújtott, hogy ők mindig azt mondták, hogy fiam, viseld el, és csináld meg, mert ha mindezt megteszed, akkor fel fogsz jutni, és hittem nekik, hogy ezt nekem tűrnöm kell, ha tetszik. Tudod, a stressz az nyilván függ attól, hogy milyen környezetből érkezel.
És hát az edzőtől is függ. Tehát a Széchenyi ebben zseniális volt, hogy pontosan tudta, hogy hol vannak a határok. És voltak kitűnő, olyan úszok, természetes pszichológus volt, valószínűleg abszolút, egy magától értetődő intelligencia. Nagyon sok ember lemorzsolódott. Az teljesen egyértelmű, ott voltunk 50-en 100-an, megmaradtunk belőle 5-en 10-en. Ez egy ilyen szelekciós hatás is, ha tetszik. Aki nem bírta, az távozott, más sportágat választott, nem volt kötelező egyébként akkor sem sportolni, aki pedig bírta, az maradt, és az na azért olimpiai bajnok lett, vagy legalábbis. Azért fontos, amit most mondasz, mert és természetesen nem szeretnék itt saját példával előrukkolni állandóan, azt meg kell, hogy mondjam, ugye, hogy ez a kor, ez a környezet, a 70-es, 80-as évek, amiről most végül is beszélünk, és hova visszanyúlnak ugye ezek a sérelmek, amik ma felszínre jönnek. Ugye tényleg nem csak azt jelenti, hogy egy máskor volt, és ugye adott esetben a sport, az élsport egy kiugrási lehetőség volt, de azt is jelentette, hogy mi is ebben a világban nőttünk fel, hogy a balettrúd mellett elcsattanó pofon, az ordítás, a testsúllyal való állandó, mondjuk így megszégyenítés, vagy az ehhez tartozó mindennapos kellemetlenségek, hogy tagad vagy kislányom, hogy fogyjál már le, hogyha nem fogysz le, ilyen és ilyen, és ehhez a kapcsolatos büntetések jönnek majd. Ebben tényleg úgy, ahogy arról volt szó, állt ott mögöttünk 2, 3, 4, 5, 10, 100 másik versenyző. Tehát aki nem viselte el, az dönthetett úgy, hogy kiszáll, jött helyette más. Aki aztán persze bekerült a csapatba, aki aztán külföldre ment, aki aztán válogatott lesz, és a többi. Tehát visszatérve még egyszer, hogy ugye nagyon nehéz, azt gondolom, a mai fejünkkel, a mai jogi környezetben, a mai társadalmi elvárásaink mellett nyilván azt a kort tökéletesen megítélni, sőt, megítélni. Lehetetlen. Szó kell mondani, szoros értelmében nem is lehet, mert nem biztonságos. Nem is lehet összehasonlítani. Egyszerűen képtelenség. Nem lehet összehasonlítani. Azért teljesen más világ volt. A 80-as évek előtt, akik születtek, azok egy minden túlélő, tetszik, hollywoodi hősök voltak. Azok ismerték a szerelmet, nem szappanoperákból, azok nem ismerték még a biztonsági övet, a légzsákot, a kerékpárt, tehát hogy lehetne ezt hosszasan sorolni. Okay. Egy kicsit idealizáljuk ezt a dolgot, de térjünk oda azért vissza, hogy akkor azt viszont el kell fogadni, hogy ebben a környezetben ugye születtek, vagy nőttek, nevelődtek olyan beállítottságú emberek, mint te, és nyilván voltak olyanok, akiknek az érzékenysége adott esetben egy másfajta módon jelzett vissza, és nem bírták feldolgozni mondjuk azt, amit mondjuk nevezzük úgy, igen, hogy traumaként. Abszolút igazad van, és láttuk itt a Turi ügy kapcsán is, hogy azért igen, nagyon sokan előjöttek 20-30 évvel ezelőtti történésekből. Én kell lenne ezt tagadni, bennem is, különösen amióta szövetségvezető vagyok, meg nyilván előtte is benne voltam, de most aztán tényleg tengermélyen benne vagyok a szövetség ügyekben. Nekem is előjönnek régi érzelmek, emlékek, tehát ezek nem mindig pozitívak egyébként. Ezeket eltemettem, és meggyőződésem az, hogy valaki, amikor előjön ezekkel a 30 év előtti dolgokkal, az szerintem feltételezi azt is, hogy a civil életben mennyire volt eredményes. Tehát tudott-e tovább tanulni? Volt-e egy megfelelő tudása, utána megfelelő állása, ahol ki tudott teljesülni, mint állatorvos például, vagy a többiek, Verasztó doktor, Sós doktor, Hargitai doktor, Rudolf, tehát lehet ezt igen, nagyon-nagyon hosszasan mondani. Tehát, hogy mi megtaláltuk a civil életbe a feladatot, a volt sikerélmény, nem foglalkoztunk a múlttal. Talán nem tudom, hogy lehet ezt mondani, talán, akik ebben a magánéletben nem tudták azt elérni, amit élsportolóként, na ott van az, hogy additív egymásra rakódik, és akkor előjönnek. Mert de, egyébként én nem értem, hogy miért kell 30 év előtti dolgokkal előjönni. De elképzelhető, hogy azok a sebek, azok olyan mélyre hatottak, hogy gyakorlatilag a személyes boldogulásuknak gátját jelentették? Hát az teljesen egyértelmű. Tehát én elhiszem, mindent elhiszek, amit elmondtak például a Turi György kapcsán nagyon sokan, számosan. Én ezt elhiszem, és nincs kétségem felőle, hogy igaz, amit elmondtak. Csak kérdés az, hogy ez ki hogy dolgozza föl, illetve most például a feldolgozásban segít az, hogy most jön vele? Hát igen, tehát ezt föl kell dolgozni nekem. Tényleg azért szomorú, mert hogyha ilyen mély, nagy, fekélyes sebek voltak a lelkekben, hát akkor mi nem kértek segítséget? Mi azt mondtuk, a vizsgálóbizottság egyiknek határozó döntése volt, hogy akár sok-sok millió forintba fog kerülni, de akkor pszichológus fogunk alkalmazni, és mindenki, akinek szüksége van erre, az menjen el, és akkor próbáljuk meg gyógyítani a lelket. Nem lehet, hogy azért nem kértek segítséget, egyrészt, mert nem te voltál az elnök,
hanem egy gyárfás Tamás volt az elnök hosszú évtizedeken keresztül, akinek a rendszerébe, a gondolkodásmódjába egyáltalán nem fért ez bele, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hiszen az eredményesség mindenek előtt. Hát ezt, igen, nem akartam ezt mondani, de hogyha már így rámegyünk, akkor azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben azért nyilván van egy egyéni felelősség, ugye az edzői felelősség, akiről vagy akikről beszélünk. Szerencsére szögezzük le, hogy ez egy nagyon szorványos, elszigetelt zárvány történet, de azt ki kell hangsúlyozni, hogy nyilván kollektív felelősségről nem lehet beszélni, tehát ez nem bűnös a magyar úszósport azért, mert volt egy-kettő, nem volt. Miközben egyébként el kell mondanom, hogy nagyon tisztességes módon a Turi jelentés kapcsán, ugye elmondtátok, hogy ennek a vezetőségnek nincs köze, és mégis együttetően bocsánatot kér a szövetség mindazoktól, akik adott esetben ugye sérültjei, akár lelki, vagy akár fizikai. Igen, mert nem tehetünk más, tehát ez teljesen egyértelmű volt emberileg, szakmailag is minden szempontból, hogy igen, bocsánatot kérünk, én most is bocsánatot kérek bárkitől, aki elszenvedője volt, de visszatérve, amit általad feszegettél, hogy de hát van egy személyi felelősség is. Tehát ha az én időmben 2017 óta ilyen dolog most majd kikerül 1-2-3 év múlva, vagy akár holnap, én le fogok mondani, azt most megígérem. Tehát olyan értelemben mondok le, hogy valamit elsikáltunk. Tudtuk, de nem vizsgáltuk ki. Akkor nekem az egyéni felelősségem az megállapítható. És én nem akarom ezt mondani, mert tabula rasa, azt mondtuk 17-ben, de ha már így erről beszélünk, azért volt egy elnöke 23 évig ennek a szövetségnek. Ott voltak azért ügyek, nem akarom már kimondani, hogy milyen ügyek. Nevezd meg, mindegy, tehát volt egy kicsi bá, meg nem tudom kik Hogy voltak le. Ott, tudjuk miről beszélünk. Aztán volt egy Szepesi Niki, könyve is megjelent. Miért nem csinálták meg ezt a gyermekvédelmi szabályzatot? Megcsinálta a Tamás 16, amikor Kislaci botrány kiborult. 2013 óta egyébként a gyermekvédelmi törvény már lehetővé tenni. Nem, 2004-től kellene egyébként. Egészen pontosan 4-től persze van sporttörvény, csak azt mondom, hogy a büntetőjogi részét illeti, tehát nyilvánvalóan van egy másfajta betülete. De hát miért nem csináltuk, mert miért kellett ahhoz, már Kislaci ügy is volt 16-ban, és akkor valahogy jött egy villanás, hogy akkor csináljunk valami látszat intézkedést, el is kezdték, aztán két hónapig szeptember 28-án elnökségi tag voltam, szavaztuk meg, és akkor november végén Gyárfás Tamást ugye leszette hosszú Katinka, tetszik, és távozott a magyar úszó, tehát kettő hónapig. Hát miért nem történt 23 évig? Ha lett volna egy jelzőrendszer, akkor most nem tartanánk itt. Abszolút. Én azt mondtam most, hogy legyen egy jelzőrendszer, mely szólni. És mindenkit erre bíztatok. Most szóljatok, ne 3 év múlva, 5 év múlva. Hát erre kampányt is indított az úszó. Igen. Ki kell vágni, vagy meg kell gyógyítani. Ezt mondjuk, mint szakember is tudod. Nyilvánvalóan, úgyhogy ezt abszolút elhisszük neked. Ugye a mert szólni az egy kampány lett tulajdonképpen az úszó szövetségben. Érdekes módon Szilágyi Liliana is felmondta ezt a szöveget, sőt, mi több ott pózolt, a pózt természetesen idézőjelben mondom, tehát ott volt mögötte az a rollap, amely az mert szólni kampánynak ugye az üzenetét hordozta egy jó pár évvel ezelőtt, de az még nem az a pont volt, amikor ő előjött volna azzal, amivel a közelmúltban előjött, de még mielőtt erre az esetre kitérnénk, és tudom, hogy csak korlátozottan tudunk, és jogi szempontból ezt abszolút megértem. Még egy kicsit térjünk ahhoz a dologhoz vissza, ami ugye a Szécsi korszak, illetve az onnan öröklődő edzésmódszerekben felmerülhet. Én Szabó Tündének is feltettem ezt a kérdést, a minap nyilatkozott a Mandinernek egy évértékelő interjúban, és tekintettel arra, hogy annak a korszaknak volt világklasszis úszója Szabó Tünde, olimpiai világ és Európa bajnoki ezüstérmesként, kíváncsi voltam, hogy anyaként, sportvezetőként, és volt úszó kiválóságként, mit gondol arról, hogy sokan valóban a Szécsi módszerekhez eredeztetik vissza ugye ezeket a bizonyos abuzáló viszonyokat. Ő erre azt mondta, hogy ez totális tévút, aki azt gondolja, hogy nincs egyéni edzői szabad akarat, aki másképp dönt, vagy nincs szülői szabad akarat, az nagy valószínűséggel rossz úton jár. Tehát azért, mert adott esetben egy szülő, vagy egy edző, ugye úgy nőtt fel, hogy őt az edzője, tegyük fel, fizikailag vagy lelkileg terrorizálta, az nincs kőbevésve, hogy annak az edzőnek ugyanezen módszerek alapján kell dolgozni. Aztán persze lehet, hogy öröklődnek, idézőjelben mondom, ezek a módszerek. Neked mi erről a véleményed? Az a véleményem, hogy igen, de látjuk a jövő sportegyesület. Ugye a Szécsi Tamás 98-99 körül kezdett kikerülni
a úszósportból, ott, ott még pénzt is kapott egyébként, hogy gyárfást, hogy ne menjen le a úszoda világába. És akkor 99... Hogy ne menjen le? Hogy ne menjen le, igen. Tehát volt ilyen folyamat, mert nem tudom, mindegy, ez egy külön történet. És, na majd erről is akkor egyszer beszélünk. És akkor jött a jövő sportegyesület, Verasztó Zoltán volt ennek az elnöke, én ügyvezető, és azt kell mondjam, hogy ott olyan edzők dolgoztak, akik a Széchi érában is úsztak, vagy már akkor edzősködtek. És nekem ez egy kristálytiszta folyamat, hogy ezek az edzők megtapasztalták a jót, meg a rosszat, és a rosszat lehámozták a rendszerről. És egy olyan jövő sportegyesület sikerült felépíteni, ahol nem volt semmilyen, imádtak a gyerekek úszni, volt összetartás, egészséges rivalizáció, és Magyarország legeredményesebb úszóegyesülete volt több mint 10 éven keresztül. Hát mindenki onnan jött ki. Ezért kérdezem. Jakabos, mindenki tehát ott hogy volt akkor, évekre, akkor még ez... Katinka is úszott. Tehát akkor nem lehet azt mondani, ebben, hogy... Mert tudták, hogy mi az, ami rossz. Hogy hibáztatni lehet azokat az edzőket, akik hozták volna ezeket a módszereket, mint sikeres módszerek, idézőjelben. Na jó, de hát ez a, szerintem a pedagógiának a lényege, hogy az edző is felismerje. Hogy mik azok a rossz dolgok, amiket nem lehet elkövetni újra. Persze az edzőben is van nagyon sok hozott séma, tulajdonság, gyerekkor elszenvedett akármi, ami aztán ki tud jönni belőle. Elnök, és az eredménykényszer az nem egy olyan tényező, ami mégis felülírja a józan pedagógiát? Az eredménykényszer igen, az biztos, hogy közrejátszik ebben az egészben, mert valahogy az eredmények legalizálják a bármit. Na, ez szerintem a gyárfás féle érának a tipikus hozzáállás. Mert a sajtó is ünnepelte, a média ünnepelte, a Magyarország ünnepelte ezeket a hősöket, olimpiai bajnokokat, és akkor legalizálta, mert azt gondolta mindenki, hogy jó úton járnak, és fel sem merült. És ahogy mondom, igaz, nem lehetőség volt, aki kivizsgálta volna. Igaz, lehetőség sem volt arra, hogy egyáltalán ezzel a dologgal bármilyen szinten foglalkozzanak. Hát igen, ezért vagyunk most itt, és ezért beszélgettünk, mert sajnos ezek előfordultak. Az edző is azért, vegyük meg az edzőket, tehát Magyarországon az úszóedző 99,9% az rendesen, tisztességesen dolgozik, és tényleg le a kalappal is köszönjük nekik. Az edzőket meg kell védeni. Én azt mondom, hogy mindenképpen előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy egy érdekképviseleti rendszer, vagy akár egy kamara felálljon ebben a kérdéskörben. Az, hogy... Szakmai kamara, amely adott esetben minősíthet, ügyvédi kamara, visszahívhat, kamara. Igen, dönthet igen, róla. Igen. Mert én azt gondolom, hogy ezeknek az ügyeknek nem így kell kiderülni. Nem az, hogy kiáll a Cselaci, és akkor elmondja a Nemzeti Sportnak, utána 24 pontú, és így tovább. Egy én ilyen kaszkászerű valamit beindít. Hát akkor beszélje meg egyrészt az edzővel, vagy menjen el a szövetség elnökéhez, bárki is az, mondja el, hogy mi van, legyen egy vizsgálat, nem kell kitenni ezt kirakatba, és engedni, hogy sok komment, sok megfogalmazás, mindenféle megmondó emberek vannak, akik a polarizált társadalmat még szebben tudják polarizálni. És tudod, az nagyon fontos, hogy mint az orvosi hivatásban is, hogyha a korelőzményt nem ismered, ami egyébként annak pontos ismerete, egy fél diagnózis, így van. Akkor nem lesz jó a gyógykezelés sem. Tehát, hogy én azt látom ezekből a kommentekből, bárki is szól hozzá, szakember, félszakember, hogy nem ismerik a sportvilágát. Hát de erről beszélünk, ebben benne kell élni, itt, és az ember néha mosolyog, néha sír, és nem tudja hova tenni. Én azért is vállaltam el, hogy próbáljuk meg, én sem fogok tudni átfogó képet adni erről az egészről, de talán... Hát relatíve nagyon hiteles vagy, hiszen onnan jössz, hiszen végigcsináltad, hiszen eljutottál a csúcsig, és uram, bocsánat, én magam is egy nagyjából 20 évet eltöltöttem azért sportban azért, és ismerem, hogy működött ennek a belső dinamikája, és visszatérve arra, ugye, hogy egyrészt megvédjük azokat az edzőket, akik tisztességesen dolgoznak, arra azért feltétlenül ki kell szerintem még térnünk, hogy ha ezek abban az időben
nem voltak olyan, tehát nem volt nyilván a környezetben egy olyan fajta biztonságérzet, hogy nem volt rá szabályozás, nem volt olyan a eredménykényszer miatti környezet, nyilván nem volt egy olyan elnök, aki erre törekedett volna, akkor ez végül is ennek a megtisztulási folyamatnak vegyük tudomásul, hogy ennek most természetesen be kell következnie, és lesznek még esetleg, lesznek még kieső csontvázak szerinted a szekrényből? Szerintem már több csontváz nem lesz, még lehet, hogy itt a Széchi dolgot kicsit megpiszkálják majd valakik, erre még azért számítok. És tényleg azt mondom, hogy ha a Széchi ügyet nem kezdik el, 2004-ben meghalt, tehát most már hagyjuk poraiba, tehát nem akarjuk hasra fektetni, mint láttuk azt rendszerváltás követően, tehát azért legyen ennek vége, ezeket a mostani helyzeteket vizsgáljuk ki, adjuk meg a lehető legnagyobb igazságot, adjunk egy megfelelő tájékoztatást a közvéleménynek, és próbáljuk meg nyugvó pontra helyezni ezt az egész ügyet. Nyilván ehhez kell a médiának a segítség is egyébként, hogy... Abszolút éve, sem a kollégák védelmében akarom ezt mondani, amikor azt mondod, ugye, hogy nem itt kell nyilatkozni, meg nem ott kell nyilatkozni. Nyilván, ha van egy felépített rendszer, ha vannak erre megfelelő szakemberek, ha van erre bizottság, ha van erre belső szabályzat, tehát ha van mibe kapaszkodni egy sportolónak, és tudja, hogy a hangja, ha egyszer tényleg kinyitja a száját, hogy te is mondod, nem vészel. Visszatérve egy egészen más esetre az Egyesült Államokban, ugye ez a bizonyos szörnyű tornász abúzussal, szexuális abúzussal kapcsolatos éveken át tartó tragédia, ugye az amerikai orvos Larry Nassar kapcsán, ugye ott a legfőbb bűn, amit a tornászok a tornaszövetségnek annó fel, hogy úgy mondjam, felróttak, az volt, hogy hiába próbáltak felszínre hozni problémákat, hiába próbáltak jelezni, hiába volt erre kísérlet, soha senki meg nem hallgatta őket, tulajdonképpen ott valóban volt egy kollektív bűnösség abban a tekintetben, hogy elhallgatták az egyébként ismert eseteket. Visszatérve arra, tehát én is sem azt gondolom, hogy feltétlenül a sajtó és a sajtóbeli üzengetés ennek a fóruma. Ettől függetlenül egy feltáró beszélgetés, és azt gondolom, és bízom benne, hogy a mai nap is egy pont egy ilyen, ahol nem a botrány, hanem a dolgok gyökere és azoknak a megkeresése a fontos, bizonyosan segít. De abban nyilván élen kell valakinek járnia, és úgy látom, hogy az úszó szövetség a te vezetéseddel most ezt az utat járja, hogy ki kell jelölni azokat a cölöpöket, le kell verni azokat a, hogy is mondjam, tartó szerkezeteket, amiben biztonságosan belekapaszkodhat egy sportoló, és adott esetben egy edző is. Igen, abszolút igaz, amit mondasz. Igen, megvannak a cölöpök, számos egyébként, nem csak, hogy van egy gyermekvédelmi biztosunk, aki állásban van a Magyar Úszószövetségben, egy online e-mail címmel, egy állandóan élő telefonszámmal. Ott van egy fegyelmi bizottságunk. Egyébként volt az elmúlt 4 évben jó pár ügyünk. Ezek levonultak, mint a spáhi gyalogezred, mentek ide oda amoda. Mindenféle ügyek voltak, és volt, aminek egy része bizonyságot nyert, volt egy másik része, ami meg kiderült, hogy egy kitaláció, egy rágalmazása tetszik. Szóval ilyen is volt. Azért mutassuk meg, hogy akkor... Mert a végén mindig az van, amikor már úgy elszakadni látszik a fonál, hogy akkor belekapaszkodunk valami szexuális abúzusba. Tehát, hogy az sem jó egyébként, hogy amikor már az van, hogy valaki veszít, akkor azt mondja, hogy... Aha. És akkor próbál ezen fordítani. Ez egy gyakori, mondjuk így, eszköz? Nem gyakori, de előfordul, mint eszköz? Egy-két alkalommal előfordult egyébként az elmúlt 5 évben, aztán bizonyságot 5 ember vizsgálja ezt a kérdéskört, tehát tényleg szakemberek, szakértő. Kiváló szakemberek. És nincs az, hogy eltusolunk bármit. Most bocsássák, hogy itt tartunk, ez azért fontos, hogy ezt most mondod, mert ugye a Turi jelentésből is azért ez kiderült, és szeretném, hogyha ezt, aki nem olvasta, vagy nem hallgatta meg az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatókat, akkor azért ez pontosan tudná, hogy ugye ezzel kapcsolatosan ez kiderült, hogy nem álltak meg a szexuális zaklatással kapcsolatos vádak a Turi ügy belvilágán belül, de a mentális, illetve ugye a fizikai, mondjuk így terror vagy abuzálás, az elismert, azt elismerte Turi György maga is, és ugye ez volt az, amiért a szövetség, illetve ő maga is bocsánatot kért. Egyébként, tehát el kell olvasni, mi azt mondtuk, hogy tényleg mindent átláthatóan próbálunk megmutatni. Ott van a szövetségnek a honlapján, 27 oldal, bárki olvashatja. Én azt gondolom, hogy tiszta vizet öntöttünk a pohárba, amennyire lehet persze egy 10-20 éves ügyet kizsgálni. Ennek a vizsgálóbizottságnak nem az volt a feladat, nem egy fegyelmi bizottság volt, nem határozatokat hozott, hanem megállapításokat tett. Nem is hatóság. Semmilyen szankciót nem tud alkalmazni. Abszolút.
És tudod, a cölöpökre még egy pillanatra visszakanyarodva, azért itt a Magyar Edzőtársága, a Magyar Úszószövetséggel közreműködve és a Testnevelés Egyetem, az folyamatosan továbbképzéseket tart. Ott vannak pszichológusok, sportpszichológusok, a nyerőhármas, nagyon sok kiváló szakember van, aki segíti az edzőknek a felkészülését, továbbképzését. És például a jövő bajnokai kapcsán is, ugye ezek egy regionális felépítéssel bíró rendszerünk, a jövő bajnokai rendszer, ott is most már zömmel sportpszichológusok vannak, akik egyébként nem is a versenyzőknek és az edzőknek tartanak, hanem a szülőknek. Tehát a szülői hozzáállás az megint egy komplikáltabb kérdéskör, ebben nehéz most bármit is mondani, de én azt látom, hogy például van olyan edző a magyar úszó sportban, aki azért jár pszichológushoz, mert hát sajnos ki kell mondjam, a szülők abuzálják, ha tetszik. Tehát egy folyamatos teljesítménykényszerbe, számonkérés. Kérem szépen, az egy helytelen dolog, hogy 2019-ben volt nekünk 800 leigazolás, tehát a teljes magyar úszósportban 800 új versenyzőt sikerült leigazolni, és volt 1600 átigazolás. Azért nagyon rossz számok. Hát ez, nagyon ez rossz számok. Nem, tehát nem kétszer annyi volt az átigazolás, ami nyilván azért volt, mert nem ért el azt a teljesítményt, azt az eredményt, elégedetlen volt az edzővel, vagy a pénz utáni idézőjebb téve mondom, sóvárgás, vagy a megtévesztés, vagy a csábítás. Tehát azért majd a másik egyesületben több figyelmet kap, több felkészülési lehetőséget kap, és akkor ezek a mozgások megindultak, és akkor azt mondtuk, hogy ez nem jó folyamat, és megcsináltuk a származtatási rendszert, hogy az átadó egyesület kapja a pénznek a jelentős részét 1-2-3 éven keresztül, attól függ, hogy mennyit időt tehát töltött el. Tehát aki beletette a munkát alaphelyzetben a gyerekbe. Most elmegy egy Milák Kristóf holnap után a Honvédból, vagy akárhonnét, és akkor nem tudom melyik egyesület fogja kapni a pénzt, a központi szövetség bármilyen támogatást. Nem, ez nem lesz. Van egy származtatási szabályzatunk, szerintem tök jól működik. Ezen kívül most már van átigazolási díj is. Tehát, hogy a versenyző áramlást kicsit szabályozzuk, kicsit akadályozzuk, ha tetszik, és tessék mindenkinek eldönteni, hogy ahova igazol, hogy ez tényleg jó hely. Hát most nem akarok nevet mondani, de van olyan versenyzők, olimpikonunk, az elmúlt 3 évben 5 helyen fordult meg. Hát ezek nem jók. Hát miért? Nem. Tessék eldönteni, hogy hol készülünk föl. Igen. A másik kérdés, ugye, amit mondtál, ez is tényleg nagyon fontos, hogy a szülők tájékoztatása, és ebben persze azon túlmenően, hogy nyilván a szülőket is edukálni kell, nyilván abban is fontos az ő, hogy úgy mondjam, tájékoztatásuk, vagy a figyelmüknek a kinyitása, hogy mik azok a jelek, amiről esetleg egy gyerek mondjuk otthoni viselkedéséből következtetni kell, ha valami nem stimmel. Miközben egyébként visszatérve arra, amit itt ugyanebben a műsorban dr. Lénát Ágota mondott el, hogy az meg egy nagyon fontos út, hogy a jövő edzőgenerációját olyan módon kell kiengedni adott esetben a testnevelési egyetemről és a különféle szakképzésekből, hogy sokkal kifinomultabb eszköztárral bírjanak akár így a pedagógiai módszereikben is, amit a 21. század és a mostani jogi környezet elvár. Vagy ha nem megy, akkor kérjenek segítséget. Én ezt le tudnám egyszerűsíteni egyébként, tehát hogy itt ezt a pszichológiát nem lehet megtanítani. Ez egy empátia, meg nagyon sok minden olyan genetikai tulajdonság, egy emberi tulajdonság, hogy ráérezzünk egy sportolóra, egy másik ember személyiségére. Nem. Lehet persze ezzel foglalkozni, és kell is. De itt egy tök egyszerű megoldás van. Itt olyan csapattímeket kell felépíteni, és ezt elmondtam egy meg két évvel ezelőtt is az edzőbizottságon, hogy tessék szíves, egy hónapban egyszer, vagy két havonta üljön le az orvos, a pszichológus, az edző, a gyúró, a versenyző, vagy versenyző nélkül, és tessék átbeszélni, vagy hívják oda a versenyzőt, és beszélgessenek. A kommunikáció, ez fogja megoldani a kérdéskört, és ne legyenek lusták, mert azt látom én is, hogy hiába mondom, és nem vizet prédikálok, hanem tényleg komolyan gondoljuk, egész egyszerűen nem mozdulnak, de ezt én számon fogom kérni, vagy javasolni fogom. Vagy akár az egyesületek is egy leigazás kapcsán tessék aláíratni a szülővel és a versenyzővel, hogy megismerték a viselkedési kódexet, hogy milyen jogok, kötelezettségek vannak az edzőre, a versenyzőre és a szülőre. Nincs ilyen. Meg miért nincs más szövetségekben ilyen kiterjedt hálózat? Elnézést, tisztelt a kivételnek. Tehát, hogy igen, a gyermekvédelmet be kell építeni mindenhova. Be kell építeni a kódexeket. Mi ezt javasoltuk egyébként, nem tudom, hányan vették át. Most a MOB
kapcsolt. Hát, az említett tornaszövetség, a közgyűlés előtt a MOB kapcsolt, tehát ez is bocsánat, hogy miért 2021. november 19-én, 20-án kell megcsinálni a hintaló nemecsek történetet. Most hirtelen volt egy ügy, és akkor kapcsolunk, és akkor megcsináljuk. Hát nem, ez prevenció. Ez abszolút, abszolút. A prevenció a lényeg, és a prevenció és a büntetés. A büntetés az nagyon fontos, hogy aki ezt elköveti és bizonyságot nyer, és nem a múltra visszatekintek, hanem azt mondjuk, hogy 2017-ben ezt megcsináltuk. 17 óta, aki ezt megcsinálja, az kapjon nagyon szigorú, mérhetetlen büntetés, mint a dopping. Kapjon örökös eltiltást. Ha súlyos, igen, hát ha súlyos dolgot követette, akkor kapjon akár örök. Hát egy testi bántalmazás. Most nem az, hogy esetleg a papucsal tényleg oda csapod, de amikor úgy komolyabban és valóban egy törést okoz a gyerek lelkében, az örökös eltiltás, azt mondom. Olyan, mint a dopping. Hát ha valaki szándékosan csinálja, akkor azt tiltsuk el. Ez vagy tiszta 10 évre. Beszéd. Ez ennyi. Tiszta beszéd. Én is ezt gondolom, és azt gondolom, hogy ezzel meg kell érteni, hogy ma, a mai kor egészen másfajta dolgokat követel, és ehhez, aki nem tud alkalmazkodni, annak nyilvánvalóan nem nagyon van helye a rendszerben. Egyébként Szabó Tünde erre a kérdésre is ugyanezt a választ adta, hogy az, aki az erőszak bármilyen formáját alkalmazza az edzői módszereiben, annak nincs helye a rendszerben. Annak ki kell kerülni a rendszerből. Erről beszélünk. Ha már az empátia szóba került, Szilágyi Lilián a nyilatkozata hogy érintett téged? Nézd, ugye azért volt itt egy pár dolog az elmúlt időszakban, mindenféle ügyek, és tudod, az a baj, hogy ami fontos lenne, úszósport, a utánpótlás, a jövő bajnokai úszó nemzetprogram, de tényleg szép nagy feladatok állnak előttünk, hogy nem tudunk ezzel sem úgy foglalkozni, mert a figyelmünket tereli, és időben sem tudunk annyit foglalkozni, ezek nem jók. És hát volt ez a Szilágyi ügy is, már azt gondoltam, hogy december 30-án, hogy végre akkor itt tényleg vége mindennek, nem jönnek újabb ügyek. Hát nekem is derült, égből villámcsapás volt, aztán szerintem ő érezett egy rést a pajzsom, itt túli ügy meg egyebek kapcsán, és azt gondolta, hogy most kell ezzel kiállni, egy ilyen hátsó megérzésem. Nem tudom, hogy jó ez, de talán azt elmondhatom, hogy elmondhatjuk, hogy ez mégiscsak egy családi belügy, akárhogy is nézzük. Egy hát nagyon súlyos, nyira. Nagyon nehéz, nagyon szomorú, nagyon mélyre nyúló, ha igaz, amit a Lilu elmond, akkor ez egy nagyon szomorú történet, és nyilván, hogy a társadalom érzékeny, már érzékenyítve lett előtte a különböző ügyek kapcsán. Igen, és hát a családon belüli erőszak kapcsán azt gondolom, hogy nem is kérdés, hogy a társadalomnak reagálni kell, és minden létezőt meg kell tenni annak érdekében, hogy minimalizálja ugye a sérüléseket, és tudom jól, hogy családsegítő helyek nyílnak az országban, ugye egyre több helyen, tehát nyilván vannak erre törekvések, amelyek adott esetben mondjuk a civil oldalról is próbálják mindezt segíteni. Ettől függetlenül, amikor én magam is megnéztem ezt a beszélgetést Détolt Krisztánál, akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy nagyjából az 50. percnél kezdődött a témának egy olyan része, ami a közvéleményt a sport oldaláról igazából érintheti, mert addig egy családi belső ügyről hallottunk valóban. Egy olyan belvilágról, amelyen egy kicsit én hadd mondjam el, hogy ha már újságírói szemlélettel, sajtóetikai szemlélettel nézem a dolgot, akkor egy kicsit azt gondolom, hogy ha én családtag is voltam valaha, és ennek korábban jeleit tapasztaltam, hogy valami egy családtagomnál vagy egy rokonomnál nincs rendben, nem is értem, hogy ezek miért maradhattak a felszín alatt. Na hát ez egy érdekes kérdés. Na ez amiről nem akarok beszélni. Tehát nekem vannak nyilván sejtéseim, érzéseim, hogy miért történt ez így. Egy biztos, hogy amit lehet, majd a vizsgálóbizottság ki fog vizsgálni. Két kiváló jogásza van ennek, aki egyrészt büntető ügyekben, kellően jártas és fegyelmi ügyekben is. És ott lesz egy sportpszichológus, egy szociológus, meg egy gyermekvédelmi is. Öt legkiváló szakember. Tehát ha valakik, akkor majd ők megmondják, fognak adni egy jelentést. Én azt gondolom, amit hogy... Amit vagy elfogad az úszószövetség, hát vagy nem. Nyilvánvalóan hát nem kérdés, hogy el fogjuk fogadni, mert ennél jobb szakembereket nem találunk. Persze lehet mondani, hogy
ez kellett volna, meg azt kellett volna, de akkor mondjatok jobbat. Azt viszont ezt akarom mondani, én magam is a beszélgetésre készülve felhívtam dr. Papp Gábort, jogászt, akit jól ismerek, jogi körökből természetesen, és szerettem volna tőle információkat megtudni, és nyilván az ügy természetére tekintettel azt mondta, hogy értsem meg, hogy egy olyan fázisában van a vizsgálat, amikor nem beszélhet a részletekről, természetesen, ha elkészül ez a jelentés, hogy alapos kivizsgálás után, akkor ez nyilvánosságra fog kerülni, ugyanúgy, mint a Turi jelentés. Viszont azt mindenképpen fejtsük ki, hogy itt a Magyar Úszó Szövetségnek ez a vizsgálata nyilván nem terjedhet ki a családon belüli belügyekre. Tehát, hogy azért határozottan szerintem érdemes lenne elmondani, hogy itt most mit vizsgál ez a jelentés, melyik az az összefüggése, amely az Úszó Szövetséggel bizonyos szempontból mondjuk meccéspontban van? Hát ezt majd a bizottság fogja ülésrendje és általában a jogosítványai mentén meghatározni, hogy milyen megállapításokat tud tenni. Én azt gondolom, hogy a családon belüli történésekkel érintőlegesen foglalkozhat nyilván. De itt az a cél, hogy vajon történt-e hasonló úszodák világában a parton. Volt azért ebben a kérdésben egy-két ügy, ami majd talán beépítésre kerül ennek a bizottság jelentésben. Úgyhogy ez nem egy szövetségi ügy, ez nem egy vizsgálóbizottsági ügy, ez sokkal magasabbra kell, hogy mutassam. Itt azt gondolom, hogy olyan vádak lettek megfogalmazva, aminek az eltusolása, amit az előbb beszéltél, na az szerintem bűn lenne. És akkor nézzük meg azt, hogy a Lilu igazat mondott, vagy állít valamit, ami nem igaz. És akkor mondjuk azt, hogy ártatlan, vagy bűnös. Vagy nem bizonyítható. De ez nem egy szövetségi ügy. Ez nem. Ez egy, most nem akarom kimondani, egy büntető eljárás. Ez egy büntető eljárás. Ezt ki kell, mondjuk. Amelynek le van magánvádra induló része természetesen, és aztán ha ugye bebizonyosodik, hogy megalapozott a gyanú, akkor ebből természetesen lehet közvádra üldözendő bűncselekmény kapcsán egyfajta kivizsgálás is, de ez nem tartozhat a Magyar Úszó Szövetség berkein belőle. Mi több, én azt gondolom, hogy abban a fázisában még a közvéleményre se, amíg igazából nincs nyilván ennek egy végeredménye. Hát azért mondom, hogy nagyon nehéz kérdések ezek. Én azt tudom ígérni, hogy a vizsgálóbizottság egy olyan jelentés fog letenni az asztalra, ami bárki számára elérhető, megtekinthető. Nyilván majd, amikor kezdődnek a meghallgatások, úgy tudom hétfőtől, akkor majd fog bővülni a meghallgatottak köre, és kerülhetnek elő olyan információk, amikről akár most mi nem tudunk, valószínűleg nem is tudunk. Jönnek információk, az információból lesz egy vizsgálat, az megint valamilyen következménye lesz neki, és ezért gondolom azt, hogy na most meg lehet szólalni mindenkinek, aki ebben az ügyben érintett pro-kontra, ahogy Turi ügyben is volt, aztán hozza meg a döntést, és ezt majd a közvélemény előtt fogjuk tárgyalni. De én azt, amit Turi kapcsán is ígértem, hogy igazságos lesz, ad maxra ki fogjuk használni ennek a bizottságnak a potenciáját, tudását, kompetenciát, mindent ki fogunk használni, és egy olyan jelentést kell, hogy letjen az asztalra, aminél jobbat nem lehet elkészíteni ebben az ügyben. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos és előremutató törekvés, és kibenem jelenteni, hogy az egész magyar sportélet megtisztulásához ez egy elengedhetetlenül fontos lépés, még akkor is, ha ez fáj az úszósportnak, és még akkor is, hogyha olyan reflektorfénybe került most az utóbbi esztendőkben, amit nyilván nem szívesen visel egyetlen sportág sem. Ettől függetlenül ugye mondtuk már, hogy ez nem úszósport jelenség, és nem magyar jelenség, mert ez globálisan bármerre nézzünk, a tornasportban mindenhol telistele van a világ ilyen jellegű perekkel, akár adott esetben büntető perekkel, ezek zajlanak, van egyfajta ébredése érdekes módon egyébként talán annak a korosztálynak, még visszamerem ezt bizonyos szempontból vezetni, talán a MeToo mozgalomnak a indulására is. A kérdés a jelen és a jövő, és akkor most már ott tartunk, hogy ez a megtisztulási folyamat vajon, és akár ez a Lilu ügy, ahogy te is mondtad, vajon tényleg az utolsó ilyen jellegű sebeket is felszínre hozta-e, hiszen ezzel a bizonyos mer szólni kampánnyal úgy gondolom, hogy mindenkinek ott lehet az eszköz a kezében. Tényleg nem lesz több ilyen ügy, ami még ki fog derülni, hiszen ennél nem is szeretnénk közelítőleg se ehhez hasonlatos vagy ennél súlyosabb kérdéseket. Mert vannak híradók, zuhanyíradók, mindenféle hangokat lehet hallani. Én nem hallok hangokat egyébként, hogy lenne. Nem is,
nem tudnék mondani, még hogyha a igazságszérumot megkaptam, akkor sem tudnék precízebben fogalmazni, de mégis csak azt mondom neked, hogy mi tabula rázát hirdettünk 2017-ben, mi nem akartunk ezekkel az ügyekkel foglalkozni. Én azt meg tudom ígérni, hogy 2017 óta ilyenek nem történhettek. Ebben teljesen biztos vagyok. És nyilván, hogy ezt az egész kérdéskört azért egyszer le kell zárni. És remélem, hogy tényleg lesz igazság, nem egy szubjektív, hanem objektív igazság lesz. Sok-sok ember fog sérülni ebbe egyébként, ahogy a Turi ügy kapcsán is azért. Mert ott a jelentés kapcsán is azért megfogalmazottak vélemények, és azt kell mondjam, hogy kik fognak sérülni? Sok olyan ember is fog sérülni, akit ismerünk, akikről egészen más képünk volt? Nem. Szóval tulajdonképpen itt tudod, az a baj, hogy amit mondtam az elején, hogy az edzőket is meg kell védeni, és ebben az edzői kollektíva sérül leginkább, akik félni fognak. Félelem az nagyon pocsék dolog. Félnek attól, hogy mi fog következni, félnek majd hozzányúlni a gyerekhez, hogy tudják majd motiválni, hogy a hangos szó az most akkor csak egyszerűen stressz, motiváció, vagy verbális bántalmazás, tehát azért nagyon sok kérdőjelet föltesz. Simogatva lehet jobban, bajnokot nevelni? Hát ott van Wirth Balázs, hát kérem szépen egy csoda, vagy Fehérvári Balázs, hát azért annyi kiváló Selmeci, nem tudom, nagyon sok plagányi, millió nevet tudnék mondani. És ezt mondta, ugye? Millió nevet tudnék mondani, és ezek is sérülhetnek, tudod? Félni fognak dolgozni. Uh-huh. És ez ennek szerintem az egyik nagyon negatív következménye. Én azt szeretném, hogyha ez az egész ügy véget ér, hogy álljanak ki a jelen bajnokai, nem csak felnőtt olimpiai érmesek, pontszerzők, világbajnokok, álljanak ki, de álljanak ki az utánpótlás korú versenyzők, egy bárki, neveket nem mondok, és mondják el, hogy mit gondolok az edzőről. Hogy széles körben én ezt mondtam, hogy álljatok ki, és mondjátok el, mint ahogy kiállt mondjuk az Magyar Edzők napján, kiállt az Áron, meg a többiek, és elmondták, hogy köszönjük az edzőnek, mert nélküle nem jutottunk volna föl. Hát mondják el, ami... Van is erre egy kampány a Magyar Edzők Társaságának egyébként, minden évben ugye a Magyar Edzők napján valóban, van, amikor ugye kifejezetten megköszönik az eddig közösen. És a magyar úszósportnak a social médiája az majd fog ezzel foglalkozni, és majd fogja látni a közvéleményt. Mondják el, hogy mit gondolnak. Tehát lehet azt mondod, az eddig bekövetkezett kárt valamilyen szinten legalább enyhíteni a jövőre nézve? Itt nincsenek nagy károk, tehát a kár, ez nyilván az úszósport, azért tegyük hozzá, hogy a magyar úszás az elmúlt 126 év olimpiai történetében a negyedik legeredményesebb nemzet. A negyedik helyen vagyunk a polcon, a magyar úszósport. És ezért vagyunk szem előtt, és ezért foglalkoznak velünk az ilyen negatív ügyek kapcsán, és azért ezek az árnyak nem szabad, hogy mint egy esernyő beterítsék a magyar úszósportot. Ezek elszigetelt dolgok, és én nagyon remélem, hogy nem az van, mint 17-ben, amikor átvettük a Magyar Úszószövetséget, a sport irányítást, hogy megint egy ilyen balhés történet, hanem hogy legyen akkor rend, vizsgáljuk ki, mondjuk el, tabula rasa, akkor 2017-2022, tabula rasa, és mondják el a sportolók. És az edzőink pedig merjenek dolgozni. Én ezt kívánom erre az évre. Hát ennél azt gondolom, hogy nem is találhatnánk jobb konklúziót egy ilyen nehéz és csavaros és valóban mélyütésekkel teli időszak után. Akkor már csak egy olyan kérdésem van, hogy ki lesz a Magyar Olimpiai Bizottság új elnöke? Hát ezt majd a közgyűlés eldönti. Nyilván. Természetesen, nem is azért kérdeztem, mert meg akarnánk kerülni nyilván a demokratikus választási folyamatokat. Na, de hát azért tudjuk, hogy Kulcsán Krisztián távozásában, illetve ugye abban, hogy végülis a közgyűlés megvonta tőle a bizalmat, te olyan tekintetben, és a szó nemes értelemben aktív szerepet vállaltál, hogy az egyike voltál, vagy talán az egyetlen, aki először elkezdtél ugye ágálni az ellen, hogy az alapszabálymódosítás, amit még májusban elfogadott ugye az akkori közgyűlés, az rossz irány, és végül is a végkifejlete ennek a mondjuk így MOB belső változtatása. Azt kell mondjam a MOB-ról, hogy igazából
Tudod, én is kinyithatnám jobban a számat, de akkor itt hadd döntsem el megint én, hogy mit akarok mondani, de a magyar úszósport annyi sebet kapott a MOB-tól, hogy ha én ezt elkezdeném mondani, az nagyon nem lenne jó, és megint csak a magyar úszósport kapott a MOB-tól, hiszen dicsőségek tényleg garmadáját szállította a magyar úszósport a magyar olimpiai mozgalom számára. Amit elmondtam, azt mondtam az NSZ-ikbe, hogy azért egy Selmecit a utazás előtt egy héttel le akartak szedni a repülőgépről. Hát ne arra ugyatok. Selmeci Attiláról van szó, Milák Krisztóf edzőjéről. 12 emberemet le akarták szedni a repülőgépről, hogy nem feleltek meg a minimum követelményeknek, aztán kiderült, hogy adminisztrációs hiba történt. Ja, bocs, elnéztük. Sok sikert, utána a Covid marsalomat, meg a csapatvezetőmet nem akarták fölengedni a repülőgépre. Tehát ezeket az ügyeket tudnám hosszasan sorolni, de nem akarom bántani már a MOB-ot és Kulcsák Krisztián, mert azért nem ő volt ebben a kérdéskörben a felelős, hanem azok az emberek, akik körülötte voltak. Vagy nem egyedül volt egy főtitkár, meg volt ott egy tanácsadó. Szerintem ez volt a hiba. A Krisztián még mindig ott lenne, hogyha nem ezeknek az embereknek a véleményére, segítségre támaszkodott volna. Igen, és az alapszabály, nagyon sok emberbe belerúgtak, olyan meghatározó személyekbe, tudósokban, akik nagyon sokat tettek az olimpia parlamentjéért, aki meghatározó, és akikre egyébként számíthatnánk a jövőt tekintve. És kérdés majd, hogy ezek a sebek, amiket ejtettünk, ha tetszik az alapszabály elfogadására, hogy ezt hogyan tudjuk begyógyítani. Na, ez lesz az új elnök feladata. Mocsai Lajosokon, Kemény Déneseken, Kovácseken, Novotny Zoltánon, és még sorolhatnánk, hogy kikről van szó, egy egészen hihetetlen sporttudományok szakemberei. Martos Éva is még jó sokan. Az új elnökre azért szép feladat vár. Én nagyon remélem. Akkor milyen személyiség, akkor inkább azt kérdezem, milyen személyiségnek kell lenni? Milyen kritériumok mentén kellene egy olyan embert találni, aki ezt a magyar sportparlamentet, ahogy végül is hivatkozunk, leginkább a Magyar Olimpiai Bizottságra a lehető legméltóbb módon tudná vezetni? Hát restitúció et integrum, orvosi nyelven. Tehát állítsuk vissza az egészséget, az egészséges helyzetet. Nyilván az alapszabályt kell megváltoztatni, vissza kell azokat az embereket hívni, akik valóban sokat tettek, és tudnak majd tenni ki kell nyitni az ajtókat, meg kell hallgatni az emberek szavát, kell olyan elnök, aki valóban egy szerethető, nem autokrata elnök, hogy a Krisztián sajnos egy kicsit torzult, azt kell mondjam, a utóbbi időszakban. Egy Magyar Zoltánt egy elnökségülésem csendre int, tehát most nem akarom tényleg bántani, mert nem erről szól ez a beszélgetés. Egy olyan elnökkel, aki ezekből a hibákból tanul, ismeri a magyar sportba, benne van, ugye Gyulai Zsolt, nem tudom hány éve, 30 éve, legalább. Gyulai Zsolt lesz az elnök? Hát én remélem, hogy ő. Tehát én biztosan rá fogok szavazni, és kérek minden jó érzésű sportot támogató szervezetet, hogy gondolják végig, hallgassák meg Gyulai Zsoltot, úgy tudom, hogy személyesen is fölkeresi a közgyűlési delegáltakat, elmondja a programot, azt hiszem pont ma az NS-ben olvastam egy nagyon jó cikket róla, és hát olvassuk el a hírlevelet, majd amit kiküld, és talán a legizgalmasabb, hadd mondjak el, tehát január 19-e, 16 óra, na az lesz egy izgalmas történet, hogy kit olvashatunk a nevek között. Sok jelölt lehet? Hát lehet meglepetés. Elképzelhető, hogy Kulcsák Krisztián újra indul? Hát ezt mindenki válaszolja meg maga ezt a kérdést. Jó, hát akkor minden esetre erre a dátumra figyelünk, a jelölti névsor sokat elárul majd arról, hogy vajon mégis milyen utat vehet a Magyar Olimpiai Bizottság a jövőben. Elnök úr, köszönöm szépen, nagyon bízom benne, hogy olyan vetületét ennek a nagyon-nagyon régóta tartó sokféle zárványjal, ahogy te is mondod, tarkított, szövevényes, fájó ügynek. Most én így egy kalapot mondtam, pedig hát itt több ügyről beszélünk, de nyilvánvalóan a jelenségről gondolok. Alapvetően sikerült olyan perspektívába helyeznünk egy kicsikét, ami talán sokak számára érthetőbb, és egy kicsit a jelent, és a jövőt, és az abban rejlő megoldásokat is felvethette valamilyen formában. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, mert én nagyon féltem ettől az egésztől, de most így egy óra után azt mondom, hogy tényleg talán jó volt, és tudtunk olyan kérdéseket megvitatni, vagy talán megválaszolni, ami érthető és elfogadható. Úgyhogy hát azt kívánom magunknak, hogy ezt a kérdéskört ne folytassuk,
de a beszélgetés az jó volt, örömteli, és jó volt veletek lenni. Köszönöm, hát csendesedjenek el a hullámok a vízben, és most már csak az úszók csapásai vigyék előre ezt. Köszönöm szépen. Ez volt a Jobb Felső Pipa, a Manténer Sport Vita podcastja. Kövessék műsorainkat a különféle közösségi felületeken, és tartsanak velünk legközelebb is. Viszont hallásra!